ebben a másodpercben el is indul a futam fel, és itt a kör most sem kezd jól, ugyanúgy, mint két héttel ezelőtt, de azért most elég hamar utol tudja érni a többieket. Mr. Penny az, aki el tud menni vezetni. Mr. Penny mögött ott van Cenzor, kívül pedig szokatlan ők alkotják a frontot. Mögöttük érkezik fehér dressben, Linek kezében Rém király, The Blacklist, illetve Felicita Girl, a lovak további sorrendje, amikor a mezőny elhagyta most már az ügető átjárót. 1000 méter van még hátra az idei Szabó József Pöri emlékverseny handicapből. Vezet Mr. Penny. Mr. Penny mögött bent a falon Cenzor, mellettük pedig tovább is szokatlan tartja magát jól. Negyedik pozícióban az egyik favorit érkezik, a Rém király mellé felzárkózik The Blacklist, a gyengés tartót Felicita Girl pedig Girzsi Pálikkal egyelőre a sereghajtó, de 5-6 oszon belül az egész mezőny, akkor, amikor most már a kanyar vége felé jár a vezető ló, aki továbbra sem más, mint Mr. Penny. Mögötte szokatlan Cenzor egy kicsit visszacsúszott, a vezető páros elmegy 2-3 osszal, könnyen jön mögöttük Rém király, egészen kívül The Blacklist próbálkodik, Felicita Girl még mindig a 6. helyen. A finisre érve Mr. Perry előnye 3-4 hoz. Cenzor a falon jön visszafelé, Felicita Girl nem igazán tud zárkozni, most már Rém király sem annyira erős. Mr. Pennyt egyelőre nem nagyon tudják még csak megközelíteni sem a távoszlopon belül. 3-4 hosszal az élen Milán Konkolja, még minden Mr. Penny, Cenzor elindul, Rém király még egyszer a végén elindul, az utolsó 50 méter izgalmas lehet, Mr. Penny azonban még mindig vezet, közelítenek a többiek, jön kívül Rém király, Mr. Penny vagy Rém király, Mr. Penny a nyerő, Mr. Penny, Rém király, Cenzor, Felicita Girl szokatlan, és The Blacklist együtt a mezőny, de Mr. Penny végig vezetve ér haza.